A láz az egy tünet, a testhőmérséklet rendellenes emelkedését értjük alatta. Alapvetően a normális emberi testhőmérséklet az 36 és 37 Celsius fok között van, ez napszaki ingadozást mutathat. 37 Celsius foktól 38 Celsius fokig hőemelkedésről beszélünk, 38 Celsius fok felett pedig lázról. Ez a szervezet egyik védekező reakciója. A láz járhat hidegrázással, illetve kisgyermekkorban lázgörcsel is. A hőközpont szerve az a hipotalamusz, ez szabályozza a hőháztartásunkat. Bizonyos hatásokra pirogének, illetve vagy lázkeltő anyagok szabadulnak fel, ezek főként a fehérvérsejtekből szabadulnak fel, és ezek átállítják ezt a hőérző hőközpontunkat. Alapvetően mi okozhat lázat? A leggyakoribban amilyen gyulladásos megbetegedés, ez lehet bakteriális vagy vírusos fertőzés, illetve egyéb kórokozók is okozhatnak lázas betegséget. Előfordulhat még autoimmun betegségek kapcsán, daganatos megbetegedések során, akár hőgutában, fokozott fizikai aktivitásra is jelentkezhet láz, illetve központi idegrendszeri károsodás, valamint a hipotalamusz károsodása esetén is. Hát van egy külön entitás, ez az ismeretlen eredetű láz, aminek nem igazán tudjuk az okát. Lázat többféleképpen lehet mérni, régen higanyos hőmérőket használtak, amelyeket egészségkárosító hatásuk miatt már kivontak a forgalomból. Manapság inkább digitális hőmérőket használnak, több helyen is meg lehet mérni a lázat. Ezt lehet hónajban, fenékben mérni. Itt nagyon fontos, hogy ha fenékben mérik a lázat, akkor fél fokot le kell vonni az adott értékből. Használnak még főhőmérőket, illetve homlokhőmérőket. Ezek azért nem annyira megbízhatóak, ezek inkább tájékoztató jellegűek, ezek az információk. Láz kapcsán kialakulhat lázgörcs is, ami egy hirtelen létrejövő állapotromlás. Ez járhat tónusvesztéssel, hirtelen tónusfokozódással, rángatózással, egy epilepsziás rohamra is hasonlíthat ez a rosszulét. Általában néhány perc alatt spontán rendeződik, nagyon ritkán lehet hosszabb is ez az állapot. Élete első lázgörcsével mindenkinek érdemes orvoshoz, illetve kórházba fordulnia. Kétféle lázgörcs típust különítünk el, az egyszerű lázgörcs, ami 10 percnél rövidebb, 24 órán belül nem ismétlődik, és 4 végtagi rángatózással jár. Ez bárkinek lehet életében akár több is. A másik típusa a komplikált lázgörcs, ami féloldali, 24 órán belül akár többször ismétlődik, vagy elhúzódóbb, tehát nem szűnik 10-15 percen belül. Ezek lehetnek bizonyos epilepszia szindrómák, illetve más genetikai betegségek előhírnökei. Életelső lázgörcsével azért is fontos mindenkinek kórházba fordulni, mert súlyosabb betegségek, például agyhártya gyulladás is járhat epilepszia-szerű rosszuléttel, és ezt ki kell zárni. Viszont ha valakinek gyakrabban van lázgörcse, és mindig ugyanúgy néz ki a lázgörcs, utána a gyermek feltisztul, jól van, akkor a többedik lázgörccsel nem is biztos, hogy orvoshoz kell fordulni. Lázas betegség kapcsán mit is tudunk tenni? Az első és legfontosabb, hogy sokat pihenjen a gyermek, megfelelő folyadékbevitelt biztosítsuk. Ha ez a láz ez nem túl magas, és a gyermek közérzete jó, tehát nem bágyat, nem aluszékony, akkor lázcsillapításra nem is mindig van szükség, érdemes várni egy kicsit, visszamérni a testhőmérsékletét. Ha a gyermek közérzete viszont rossz, elesettebb, bágyattabb, akkor érdemes lázcsillapítót is adni. Ezt adhatjuk szájon át, illetve vannak kupformában adható lázcsillapítók, amit alkalmazhatunk, paracetamol hatóanyagú lázcsillapítót, adhatunk ibuprofén hatóanyagú lázcsillapítót, illetve metamizol hatóanyagúak. Ami nagyon fontos, hogy többféle gyógyszer néven is fut ugyanolyan hatóanyagú gyógyszer, tehát érdemes megnéznünk a hatóanyagot, és ez szerint adnunk a gyógyszert, nehogy túladagoljuk az adott gyógyszerfajtát, és például a paracetamol hatóanyagú gyógyszerek túladagolva súlyos májkárosító hatást okozhatnak. Ha magas a láz és nehezen lehet csillapítani, alkalmazhatunk váltott hatóanyagú lázcsillapítást. Ez azt jelenti, hogy 4-6 óránként felváltva eltérő hatóanyagú lázcsillapítót adunk. Tehát ha például adtunk egy ibuprofén hatóanyagú lázcsillapítót, és 4 óra múlva szükség van valamilyen másfajta lázcsillapításra, akkor ez legyen egy paracetamol vagy egy metamizol hatóanyagú gyógyszer. Fizikális
hűtéssel, illetve egyéb módokon is csökkenthetjük a gyermek lázát. Ez lehet borogatás, ami néhány percenként langyos, vizes ruhával történő bebugyolálása a gyermeknek, illetve hűtőfürdőt alkalmazhatunk, amelynél a gyermeket lehetőleg lepje el a víz, és testhőmérsékletről fokozatosan hűtve fél 1 Celsius fokokkal hűtjük le a vizet. A csuklóra, illetve bokára helyezett néhány centiméteres borogatásoknak viszont nincs gyakorlati haszna. Mik azok a betegségek, amik egyébként lázzal járhatnak, és súlyos a kórházi ellátást, illetve orvosi ellátást biztosan igényelnek? Ilyen a súlyos egész testet érintő fertőzés vagy szepszis, tüdőgyulladás, húgyúti fertőzés, agyhártyagyulladás, bakteriális ízületi gyulladás, bizonyos autoimmun betegség, például Kawasaki betegség, vagy COVID fertőzés után létrejött PIMS, ez egy súlyos sokszervi elégtelenség. És mik azok a tünetek, amelyekkel feltétlenül orvoshoz kell fordulni láz esetén? Ha a gyermek bőre rendkívül sápadt, foltos, ha a gyermek szociális ingerekre nem reagál, tehát érintésre, simogatásra, folyamatosan alszik, nehezen ébreszthető, vagy ha folyamatosan magas hangon sír, ha a bőrén petekiák, kis bőrvérzések jelennek meg, amelyek 2 mm-nél nagyobbak, és nyomásra nem halványulnak el, ha van kutacsa, és ez a kutacs pulzál, ha rohamot észlelünk, tehát epilepsziás görcsroham jelentkezik, ha fokális tünetei jelentkeznek, tehát valamelyik oldalát nem úgy mozgatja, esetleg az arcizmai nem úgy mozognak, szemhéj mozgás, szájzug mozgás elmarad, vagy ha az újszülött egy hónaposnál fiatalabb és lázas, ha csökkent a bőr turgora, tehát csökkent a gyermek folyadékbevitele, ha azt észleljük, hogy gyorsabban veszi a levegőt, tehát egy 60 per perc feletti légzésszám az biztosan kóros minden korosztálynál, ha légzési segédizmait használja, tehát azt látjuk, hogy a bordáknál behúzódik a bőr, illetve a rekeszizomnál is, ez is egy nehéz légzésre utal, tehát ezekben az esetekben mindenféleképpen indokolt orvoshoz fordulni, mivel a láz az egyik leggyakoribb oka az orvoshoz, főleg gyermekeknél, orvoshoz fordulásnál. Azt mindenféleképpen érdemes elmondani, hogy így Gyulán ügyeletben a gyulai lakosokat látjuk el, illetve a beutalóval érkező betegeket. Egyébként a Békés megyében, a gyermekellátásban a központi gyermekügyelet az Békés Csabán található.